Mivel Kishimi és Koga könyve az önfejlesztéssel kapcsolatos, és mellesleg jelentős népszerűségnek örvend, így természetesen rajta volt már egy ideje az olvasó listámon. A tetejébe ahányszor csak azon kaptam magam, hogy valaki más véleményén aggodalmaskodok, mindig előrébb is került pár pozícióval. És ahogy mostanában egyre több szituáció tudatosította bennem, hogy mennyire nem bírom még a gondolatát sem, hogy valaki nem kedvel, így lett egyre aktuálisabb. Az eredeti címe ugyanis The Courage to be Disliked, ami egy alaposan kiforgatott, de valahogy mégis szöveghűbb fordításban kb. Annyit tesz, a bátorság, amivel majd merünk nem szeretetnek lenni. Maradjunk annyiban, hogy marketing szempontból teljesen megértem, miért nem ezt használták magyar címnek. De a jelentés tekintetében mégis úgy érzem, hogy a vállalt fel bátran önmagad elveszíti az angol változat egy fontos darabját. Nem csak az a feladat, hogy felvállaljuk magunkat, hanem hogy mások nem tetszése ellenére is felvállaljuk magunkat. Ezt csak azért hangsúlyozom így előre, mert engem legalábbis ez a vetület vonzott be leginkább. Aztán, amit kaptam, az igencsak más, mint amire számítottam. De ez nem kritika. A könyv tulajdonképpen egy dialógusként megformázott bevezetés Adler pszichológiájába. A dühös és csalódott fiatalember, illetve a bölcs remete filozófus párbeszédét olvasva fokozatosan kerülnek elő az élet vélt nehézségei és az azokra adható adleri hozzáállásbeli válaszok. A fiatalember szerint a gyermeki ártatlanság idejében még talán lehet egyszerű és gondtalanul boldog az élet, de felnőttként ez már nem így működik. A filozófus szerint viszont a világ szubjektív, mint ahogy a kútvíz hőmérséklete, ami objektíven nem változik ugyan, de nyáron mégis hűvös, télen viszont langyos. Ha mi magunk megváltozunk, akkor a szubjektív világunk is velünk változik. Vagyis ha bonyolult a világunk, az azért van, mert mi annak látjuk. Ezt a bevezető gondolatot követi 5 éjszakányi beszélgetés a trauma tagadásáról, minden probléma kapcsolati mi voltáról, a feladatok szétválasztásáról, a közösségi érzésről és a jelen teljes megéléséről. Ezek segítségével pedig végül a fiatalember is egy kicsit jobban megbarátkozik mind önmagával, mind a világgal. Talán nekünk is menni fog. A trauma tagadása. A szerző, ahogy az őt mintázó filozófus karakter, az adleriánus pszichológiával párhuzamosan az ókori görög filozófiát is tanulmányozza. Rögtön az elején meg is jegyzi, milyen jó összhangban áll ez a két terület. Aminek a csatorna sztoikus gyökereit tekintve én csak örülni tudok. Amivel viszont kb. Szemben állunk, az a freudi pszichológia. Hiszen míg ott minden az etiológiára, vagyis az ok-okozati összefüggések vizsgálatára épül, addig Adler a teleológiára, vagyis egy adott jelenség céljának, nem pedig az okának a vizsgálatára koncentrál. Szerintem, ha valaki például szorongás miatt nem mer kimenni a szobából, az nem egy múltbéli trauma miatt van, hanem mert most az az igazi célja, hogy ne kelljen kimennie. És ezért olyan valóságot teremt magának, ahol nem is képes. Egészen odáig elmegyünk, hogy a trauma fogalma szerinte nem létezik. Adler szavaival nem az élményeink határoznak meg bennünket, hanem a jelentés, amellyel felruházzuk őket. Mindenki olyannak jó, amilyen. És hogy akkor miért boldogtalanok sokan? A filozófus szerint egyszerűen azért, mert azt választják, hogy boldogtalanok lesznek. Mert azt valamiért jónak ítélik meg saját maguk számára. Nem azt használják, amiük van, hanem arra vágynak, amiük nincs. Ha ezen változtatnának, és változtathatnának, akkor lehetnének boldogok. Elvégre sem a múlt, sem a jelenlegi érzelmeink nem irányíthatnak, csak ha hagyjuk nekik. A személyiséget is hasznosabb inkább életmódnak nevezni, mert akkor egyből jobban látszik, hogy mi választjuk magunknak. De választhatnánk mást is, mégpedig gyakorlatilag azonnal. Ez nem olyan folyamat, mint a fogyás vagy valami készség begyakorlása. A hozzáállásunk egy pillanat alatt megváltozhat, és csak akkor nem fog, ha úgy döntünk, hogy nem vagyunk rá képesek. Percről percre választjuk az életmódunkat. Ha nem vagyunk boldogok, az azért van, mert folyamatosan azt választjuk, hogy nem leszünk azok. Csak hát a változáshoz bátorság kell, mert hátrahagyjuk az eddig megszokott langyos pocsolyát. Az első éjszaka tanulsága tehát a következő. Hiába tartjuk saját magunkat boldogtalannak a jelenlegi állapotunkban, mégis, tudatosan vagy tudatalatt, ezt választjuk.
mert az alternatíva még félelmetesebb, és akár még nagyobb boldogtalanságot is hozhatna. Legalábbis ettől félünk. Minden probléma kapcsolati probléma. De ha mindennek célja van, akkor vajon miért nem szeretjük magunkat? Egyszerű, mert az a célunk, hogy ne szeressük magunkat. Ha pedig ezt akarjuk, akkor nyilván csak a rosszat fogjuk meglátni magunkban. Na jó, jó, de miért lenne az a célunk, hogy valami rosszat lássunk magunkban? Talán mert az jó kifogás arra, hogy miért nem olyan az életünk, amilyennek szeretnénk. És még csak a felelősséget sem kell vállalnunk érte. Adler szerint minden probléma interpersonális, kapcsolati probléma. Ha teljesen egyedül lennénk az univerzumban, akkor a problémák is megszűnnének. A kisebb rendűségi érzés például csak azért létezhet, mert van kihez vagy mihez hasonlítani magunkat. És önmagában nem is baj, mert hajtóerőt adhat a fejlődéshez. De ha helyette lebénít és egy helyben toporgunk, az már baj. Ez a komplexus. Az érme másik oldala a felsőbbrendűségi komplexus, ami igazából szintén a kisebb rendűséget igyekszik ellensúlyozni. Vagy, ami még furább, a kisebb rendűség fegyverként is használható, ha pont azzal dicsekszünk, hogy nekünk milyen rossz, és azzal akarunk kitűnni. Az az egészséges, ha a kisebbségi érzésünk az ideális énünkkel való összehasonlításból ered. Előre haladunk, de nem más rovására. És nem mással összehasonlítva, sem irányban, sem sebességben. A versenyhozzáállás már önmagában akadályozni fog minket, mert elhiteti, hogy vannak győztesek és vesztesek. Még ha épp nyerésben vagyunk is, akkor is folyamatosan mindenki más ellen leszünk. És ami még rosszabb, úgy véljük majd, hogy mindenki más is ellenünk van. Ilyen világban élni nem lesz túl kellemes. Ne menjünk hát bele a hatalmi harcokba, mert vagy vesztünk, vagy a nyerésünk által odajutunk, hogy a másik bosszút fog forralni ellenünk. Illetve az egyén önállóságán felül próbáljunk a társadalommal is együttműködésre, nem pedig versengésre törekedni. A feladatok szétválasztása. Mások elismerése jó érzés lehet, de abszolút nem szükséges. Amikor valamit az elismerésért teszünk, amit amúgy nem tennénk, az baj. Amikor pedig valamit csak a büntetéstől való félelem miatt nem teszünk, az még nagyobb baj. Ha túl sokat fókuszálunk mások elvárásaira, azzal azt kockáztatjuk, hogy nem a saját életünket éljük. És ha mi nem éljük, akkor helyettünk ki fogja? Mindenkinek megvan a maga feladata. A legkönnyebben úgy állapíthatjuk meg, hogy kinek mi a dolga, ha megnézzük, ki viseli majd a következményeket. Ennek fényében pedig azt állítjuk, hogy az interpersonális konfliktusok nagyja abból fakad, hogy beleavatkozunk egymás dolgába. Ne tegyünk terhet másra, de ne is vállaljuk át mások terheit. Meg kell húznunk a határokat. Családban főleg, mert ott a közelség miatt még könnyebben keveredhetnek a dolgok. Márpedig az, hogy ki mit gondol rólunk, akár elismerés, akár lenézés, az bizony csak az ő dolga. Nekünk semmi közünk hozzá, ezért ne is üssük bele az orrunkat, és ne is érdekeljen. Tűnhet ez egy kicsit nagyon személytelennek és érzelemmentesnek, de nem kell, hogy az legyen. Ez a tiszta vágás nem a kapcsolatok célja, hanem a jó kapcsolatok kezdete. Mint a látás fókuszánál. Nyilván nem lehetünk túl távol, de túl közel sem. Ha tisztán akarunk látni, ahhoz kell egy pont megfelelő távolság. Megemlítjük azért, hogy a szabadság nem egyenlő a hedonizmussal. Mert akkor ugye csak a saját ingereink és vágyaink rabszolgái lennénk másokéi helyett. Az a szabadság, ha tudatosan képesek vagyunk abba az irányba terelgetni magunkat, amerre haladni szeretnénk. A szabadság nem egyenlő továbbá az anarchizmussal sem. Nem azt mondjuk, hogy semmi külső fennhatóságot ne ismerjünk el, csak azt, hogy ahol viszont dönthetünk, ott döntsünk is mi, ne engedjük át másnak. Magasról nézve a szabadság az, ha van olyan, aki nem kedvel. Ez mutatja, hogy aktívan gyakoroljuk a szabadságunkat, és nem megfelelni próbálunk. Persze nem cél, hogy ne kedveljenek, de az cél, hogy tudjuk elfogadni, ha nem kedvelnek. Csak akkor tudjuk a saját életünket élni, ha nem vesszük figyelembe mások ítéletét. Nem félünk attól, hogy nem fognak kedvelni,
és megfizetjük az árát azáltal, hogy talán soha nem fogunk elismerést kapni. A közösségi érzés. Az egocentrikus embernél természetesen önmaga a világ közepe. A közösségi szemléletű embernél viszont nem. És csak ő érezheti bajtársak között magát, míg az egoista folyton vélt ellenségekkel lesz körülvéve. Ne keverjük azonban az életünk közepét a világ közepével. Persze, hogy a saját életünknek mi vagyunk a főszereplői, de a világban mi is csak egy vagyunk a sok közül. Gondoljunk egy földgömbre a sík térkép helyett. Mindig az a középpont, ahonnan szemléljük. És valamilyen szinten az is egocentrikus, aki mások elismerésétől függ. Hiába kergeti az ő megbecsülésüket, akkor is csak maga van a középpontban. Nem adni akar, csak elismerést kapni. Csak akkor érezhetjük a közösségben, hogy jó helyen vagyunk, ha elköteleződünk a közösség felé, nem csak úgy ott lebzselünk. A trükk, hogy tekintsünk egy kicsit távolabbra az orrunk hegyénél. A közösség végtelen. Nem csak a munkahelyi, a családi vagy a nemzeti kapcsolataink tartoznak ide. Ahogyan a sztoikus, magaslati kép is szemléltetni próbálja, mind az univerzum részei vagyunk. Ökológiai szemszögből pedig sokkal több mindenhez és mindenkihez kapcsolódunk, mint képzelnénk. Ezt jó tudatosítani magunkban, nehogy hamis elszigeteltséget érezzünk, amikor valami közelibb kötelékünk elszakad. Vagy hogy, szintén hamisan, megoldhatatlannak lássunk bizonyos problémákat, mert nem vagyunk képesek túllépni rajtuk. Az alapstratégia, ha valamilyen közösségben bajunk akadna, akkor inkább kifelé nyissunk, ne befelé zárkózzunk. Vertikális, azaz hierarchikus kapcsolatok helyett törekedjünk arra, hogy minden kapcsolatunk horizontális, vagyis egyenrangúságon alapuló legyen. Többek között ezért is kell a feladatok szétválasztása. Ha beleavatkozunk más dolgába, azzal azt mutatjuk, hogy felsőbbrendűbbek vagyunk, és mi jobban tudjuk nála. Ha pedig hagyjuk, hogy más beleavatkozzon a miénkbe, azzal az alsóbbrendűségünket erősítjük meg magunkban. Vagyis innen nézve a feladatok szétválasztása nem elvág a többiektől, hanem épp hogy lehetővé teszi az egyenrangú kapcsolatot. Ne támaszkodjunk hát se dicséretre, se fegyelmezésre, se büntetésre. Csak bátorításra vagy köszönet kifejezésre. A másik dolga, mint ahogy talán a nevéből is kiderül, az ő dolga. És képes is lesz elvégezni, csak maximum elvesztette a bátorságát, hogy ezt meg is tegye. Éreznünk kell, és másokkal is éreztetnünk, hogy hasznos tagjai vagyunk a közösségnek, és akkor lesz bátorságunk ellátni a feladatainkat. És itt most a hasznosságot a létezés, és nem feltétlen a cselekedetek szintjén értjük. Az ágyhoz kötött nagypapa, vagy az autóbalesetből felépülőben lévő gyerek már azzal is javítják a szeretteik életét, hogy vannak. Mások valószínűleg nem így állnak majd a dolgokhoz, de valakinek el kell kezdeni. És különben is, a feladatok szétválasztásából tudjuk, hogy az ő hozzáállásuk az az ő dolguk. Mi viszont akár azonnal elkezdhetünk egy közösségi szemléletet gyakorolni. A jelen teljes megélése. Az eddigi alapozás után a filozófus azt szegezi nekünk, hogy a boldogsághoz tulajdonképpen csak három dologra van szükség. Az első az önelfogadás, amire Assisi Szent Ferenc imádsága az egyik legjobb megfogalmazás. Amit mellesleg Vonnegut is idéz, és az anonim alkoholisták is használnak. Istenem, adj nekem derűt és nyugalmat, hogy tudomásul vegyem mindazt, amin úgysem változtathatok. Bátorságot, hogy változtassak azon, aminek megváltoztatására képes vagyok, és bölcsességet, hogy mindig megmondhassam, mi a különbség a kettő között. A második összetevő a másokba vetett bizalom, amit a tetejébe nem is kötünk feltételekhez. A bizalom nem ugyanaz, mint a megbízhatóság. Az, hogy kihasználnak-e, szintén nem a mi dolgunk. És különben is, ha helyesen húzzuk meg a saját határainkat, a feladatok szétválasztásával, akkor kihasználni sem tudnak igazán, csak megpróbálni. A mi dolgunk az, hogy a horizontális kapcsolat kialakítása érdekében vagy tanúsítsunk feltétlen bizalmat, vagy inkább szakítsuk meg a kapcsolatot. A kettő közti állapotnak úgysem lesz sok értelme. Végül a harmadik összetevő adni másoknak, ami ezen a ponton már nem is lesz nehéz. Az első két pont egyenes következménye, hogy bajtársként tekintünk a többiekre. Hiszen aki ellenségként tekint másokra, az még vagy nem fogadta el önmagát, vagy nem képes feltétel nélkül bízni. Ha viszont már bajtársak, akkor a hozzájárulás, vagyis a másoknak adás szinte egy természetes reflex.
Egészen odáig elmegyünk, hogy a boldogság konkrétan a hozzájárulás érzéséből fakad. És mivel ezt a puszta létezésünkkel is megtehetjük, nem csak tettekkel, ezért elvileg mindenki lehet boldog. A fontos, hogy nem mások visszaigazolása alapján tudjuk csak megítélni, hogy valóban adtunk-e, mert onnantól oda a szabadság, és vele a boldogság is. Egy ilyen szürke, hétköznapi, csillogásmentes boldogság megfogalmazás mellett valószínűleg felmerül, hogy na de akkor mi lesz az önmegvalósítással? Elvégre csak páran lehetnek kiemelkedőek az egész világon, a többiek pedig csak valami rosszal tűnhetnek ki. Erre az adleri megoldás, hogy merjünk átlagosnak lenni. Ha igazán elfogadnánk önmagunkat, úgy, ahogy vagyunk, akkor eleve nem lenne szükségünk a kitűnéssel bizonyítani mások előtt. Ez persze nem jelenti, hogy nem szabad törekednünk valami több vagy jobb felé, de nem szabad, hogy függővé tegyük az önértékelésünket attól, hogy ezt a többet jobbat végül el is érjük-e. Itt következhetne menetrendszerűen a már unalomig ismételt út a cél előtt motto. De a könyv talán legszebb és legemlékezetesebb hasonlata rögtön rám cáfol, még ha mondani valóban egyet is értünk. Az élet szerinte ugyanis nem egy út, hanem egy tánc. Az a fontos, hogy az itt és mostot értékelni tudjuk. Az másodlagos, hogy az általunk érzékelt itt és mostok sorozatán keresztül idővel hova jutunk. Az meg pláne, hogy honnan jutottunk odáig. Ön célokat tűz ki a távoli jövőre nézve, és felkészülési időszaknak tekinti a jelent. Azt gondolja, valamit el akar érni, és azt megteszi, amikor eljön az ideje. Ezzel az életmóddal elhalasztja az életet. És a negatív példa mellé itt a pozitív példa is. Ne nézzen a múltba, és ne nézzen a jövőbe sem. Minden pillanatot teljességében éljen meg úgy, mint a táncban. Nincs szükség a versengésre, és az úti célok nem valók semmire. Amíg táncol, mindig eljut valahová. Összefoglalás. A könyv egy mondatba sűrített lényege talán annyi, hogy az ember képes a változásra, hogy a világ lehet egyszerű, és hogy igenis mindenki lehet boldog. Az erre rávezető 5 metaforikus éjszakán át tartó beszélgetés során megtanuljuk, hogy érdemes egyrészt a múltbéli traumák ok-okozati viszonya helyett a jelenlegi céljainkra és felelősségünkre koncentrálni, másrészt kapcsolati problémaként értelmezni, és a kapcsolatok oldaláról megoldani a problémáinkat, harmadrészt szétválasztani a saját dolgunkat és a saját lelki békénket mások dolgaitól. Negyedrészt egyenrangú, bajtársi viszonyt ápolni az emberekkel. És végül ötödrészt teljes szívvel megélni a jelent. Az egyes pont engem személy szerint nagyon Frankl logoterápiájára emlékeztet. A 2-es, 3-as, 4-es pontokra maguk a szerzők is a Covey és Carnegie páros irányába terelgetnek. Az 5-ös ponthoz pedig valami meditációval kapcsolatos további olvasmányt tudnék ajánlani. A 3-as pont minden esetre szépen gatyába rázta a fejem azon részét, aminek egyre sürgősebben olvasnia kellett a nem szeretve levés bátorságáról. A mondani való tálalásával kapcsolatban megértem a szókratészi vitamódszer hasznosságát, miszerint a párbeszédben lépésenként vezet oda, ahova egyszerre nem lett volna képes, de a végrehajtás azért messze nem tökéletes. A filozófus karakternek elég gyakran vannak nem válasz jellegű válaszai, ahol hajlamos bevinni a búzába. És aztán a fiatalember a legközelebbi alkalomra valahogy csak úgy mágikusan elfogadja az érvelését, annak ellenére, hogy a legutóbb még ő tiltakozott a leghangosabban. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy nem hasznos, amit a filozófus mond, csak talán az egy kicsit megkérdőjelezhető, ahogy mondja. Záró megjegyzésként pedig Kisimit idézném az utószóból. Továbbá észrevettem azt is, hogy Szókratész beszélgetései a fiatalokkal, amelyeket Platón örökített meg írásban az utókor számára, a jelenkor tanácsadói tevékenységének felelnek meg. Ez számomra egy nagyon szép és biztató gondolat, tekintve, hogy egyrészt én is ilyen módon tudom a legkönnyebben elképzelni a valós társadalmi hozzájárulásomat, és másrészt a tanácsadó vagy coach, mint szakma napjainkban mennyire lenézett, sikerorientált, öltönyös, drága karórás, kuruzslással egyenértékű fogalom. A szerző gondolata jól mintázza, hogy ennek nem feltétlen kellene így lennie. És ha rajta múlik, nem is lesz.